Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Kaposvár elleni 5-3-as sikerrel mutatkozott be Kisvárdán Bódog Tamás. Török Bálinton 96-75-re győztek az idén még hibátlan kék cápák. Bronzéremmel és új egyéni csúcsát ért haza Nizzából Hatházi Dóra. Ózdon kezdi a tavasz idényt a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. 5 új futballistával a keretben a dobogó acélmándokon. A kormányhivatal csapatának győzelmével zárult a szövetségkupa. A Kaposvár elleni 5-3-as győzelemmel mutatkozott be Kisvárdán az új vezetőedző Bódog Tamás, aki az elmúlt héten vette át a csapat irányítását. Az a koncepció és az a beszélgetés, amit folytattam a Révisz Attilával, az mindenképpen meggyőzött arról, hogy itt valamit szeretnének elérni, ami számomra szimpatikus volt, és úgy gondolom, hogy ennek a részese tudok lenni, és szívesen segítek. Egy meccsen néhány edzésen van túl, milyenek az eddigi benyomások? Abszolút jók. A csapat az húz, ahogy kell. Jó játékosokból áll a keret az jól lett összerakva, úgyhogy bízok benne, hogy eredményesen tudunk együtt dolgozni. Természetesen, mivel az elődök jól dolgoztak, csak más felfogásba, akik eddig a csapatot próbálták kialakítani, de megpróbáljuk azok az elvek alapján ugyanúgy azt továbbvinni, de megvannak nekem is azért az én filozófiámnak az alappillérei, amit mindenképpen meg szeretnék valósítani. A bemutatkozó meccsen 5-3-on nyert a csapat, Bódog Tamás, egy ilyen meccsnek ül jobban, vagy egy 1-0-ás győzelmek? A szurkolók értelemszerűen gondolom az 5-3-as meccsnek. Én is, annak ellenére, hogy 3 gólt kaptunk, de hát én is úgy gondolom, hogy a labdarúgás a szurkolókért van, úgyhogy látványos volt, gólok voltak, élvezhető volt számomra, ez kedvesebb, meg tényleg úgy volt, hogy főleg a második fél időben visszaköszöntek azok a jelenetek, azok az akciók, azok a kapu elé érkezések, amiket mi gyakoroltunk abba az egy napba, vagy amit én kértem, amiről meséltem a játékosoknak. Hát de bízunk benne, hogy ez azért még lesz jobb is, mind védekezésbe, mind támadásba. Ez a 12 csapatos NB1 hétről hétre változás hozott a bele, hova érted a Kisvárda bajnokság végére? Ez is olyan dolog, hogy most ígérgetésből teli van a padlás szerintem mindenhol. Az tény, hogy mindenki ellen úgy kell fölmenni a pályára, hogy meg akarjuk nyerni a meccset, és ezért úgy is fogunk fölmenni, mert meg is lehet nyerni minden meccset. Az, hogy ez mire lesz elég, azt még nekem is nehéz megítélni, mert nem ismerek minden csapatot, de én bízok benne, hogy azért előrébb tudunk majd lépni. Lehet azt mondani, hogy nem is epizód szereplőből, de az utóbbi időben keveset szereplő futballistából a hétvégén főszereplő lettél. Hogy éled meg a Mester 3-ost és az ismételt média felhajtás magad körül? Igen, most az utóbbi időben kevesebb szerep jutott rám, de próbáltam motivált maradni, és próbáltam úgy teljesíteni edzéseken is, hogyha beállok, akkor segítsem a csapatot. Hál' Istennek ez most sikerült gólokkal is, és az a legfontosabb, hogy nyert a csapat, mert nekünk nagyon fontos volt itthon tartani a 3 pontot. Úgy gondolom, hogy most ez egy kicsit önbizalmat tud adni, nekem is, illetve a csapatnak is. Megyünk előre, úgyhogy nincs mese, a Puskással elnyerni akarunk hétvégén. Szurkoló. Már csak olyanok, ha valaki rúg egy gólt a következő meccsét, támadótól 2-t várnak, a rúg 3-4-et várnak. Te hogy várod a Puskás elleni meccset? Nyilván ugye a csatártól mindig a gólokat várják, és nyilván a csatárt is a gólok minősítik, de elsősorban az a fontos, hogy a csapat nyerjen. Hogyha nem érugom a gólt, hanem bárki más, annak is nagyon fogok körülni, csak tényleg milyen legyen a 3 pont. Nyilván az külön öröm elismerés, hogyha érugom a gólt, és nyilván ugye tőlem várják inkább a gólokat, mint mondjuk egy védőtől, de nincs abban probléma, ha esetleg mondjuk egy becsúszással, vagy egy mentéssel, akár egy jó védekezéssel tudom a csapatot a győzelemhez segíteni. Ebben a bajnokságban főként cserekét léptél pályára, most a mostani meccsen is cserekén szerezted a 3 gólt, ilyenkor egy támadó, vagy egy játékos, gondolom el, hogy a kezdőben kapjon helyette, hogy vagy ezzel? Mostanában, sőt, mindegy az 5 gólomat ugye csereként rúgtam, fejeltem, úgyhogy nincs semmi probléma, ha megint a cserepadon leszek, és utána úgy kell beállnom. Nyilván majd ezt a mester eldönti, átgondolja, úgyhogy én tényleg úgy vagyok vele, hogy amikor szerephez jutok, és akkor próbálok a maximumon teljesíteni. Picit elépett most a csapat a kieső zónától, ad egy kis megnyugvást ez, vagy pedig ebben a bajnokságban, ahol egy győzelemmel nagyot lehet erről lépni, egy vereséggel hátra csúszni, nem nagyon lehet megnyugodni.
Így van, igen. Amint mondtam, hogy ez nekünk kiemelten fontos mérkőzés volt. Ugye a Kaposvár az mindenféleképpen az ETA ellen ugye nem sikerült begyűjtenünk a három pontot, csak egyet tudtunk elhozni, úgyhogy most nekünk mindenféleképpen itthon a három pont volt a cél, hiszen igen, hogy le tudjuk szakítani magunk mögött azokat a csapatokat, akik ugye a riválisnak számítanak. Nyilván igen, ebbe a bajnokságban, a 12 csapatos bajnokságban minden előfordulata nyersz három meccset, lásd a Diósgyőrt, már ott van az első harmadban, ha esetleg nem úgy jön ki két-három meccs, akkor már ott vagy a kieső zónában, úgyhogy nagyon kell koncentrálni, szeretnénk gyűjtögetni a pontokat, és ott stabilizálni magunkat a középmezőnybe. Megszerezte 17. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blueshocks. A Kék Cápák Török Bálindon az MTK Elite Basket otthonában nyerte 96-75-re. Természetesen nagyon örülök annak, hogy nem történt ilyen irányú meglepetés, hogy ilyenfajta meglepetés is tudtunk győzni. Azt gondolom, hogy egy másodpercig nem volt kérdéses. Tény, hogy az MTK csapatában Jakab Peti nem játszott, aki ugye az egyik legerősebb játékos az MTK-nak. Betegség miatt nem tudott pályára lépni, és azt hiszem, hogy ezt kihasználva nem adtunk esélyt az ellenfélnek. Úgy győztünk, ahogy szerettem volna, magabiztosak voltak a játékosaink, és remélem, hogy ugyanezt fogják majd folytatni a továbbiakban is. Jön egy kéthetes pihenő, aztán következik még az alapszakaszból 6 meccs, közt egy olyannal, amely minden bizonyal, hogy az alapszakasz elsőségről is dönthet majd. Mire tudjátok felhasználni ezt a két hetet? Ebben a két hétben mindenféleképpen kell új dolgokat tanulni, szeretnénk majd meglepetéseket okozni az ellenfeleknek a következő 6 fordulóban. Úgy gondolom, hogy ebben a két hétben ezt meg lehet alapozni. Bár hozzáteszem, soha nem szeretem az ilyen hosszú pihenőket, szeretem, hogyha meccseket tudunk játszani. Remélem, hogy meg tudjuk őrizni azt a motivációt, és fönn tudjuk tartani azt a lelkesedést a csapatban, amivel eddig is játszottak, és ezt az utolsó 6 fordulót is majd ugyanilyen elállnál tudjuk lejátszani, ahogyan azt tettük eddig. Örök igazság a sportban, hogy leginkább a győzelmek javítják a csapatmorált, ezen a téren akkor ezek szerint most nincs semmi gond. Ez pontosan így van. Ha győzni tud egy csapat, akkor természetesen a hangulat is jobb, bár azt hiszem, hogy azért a játékosok személyisége is egy picit hozzátesz ehhez, és szépen kovácsolódik össze ez a csapat. Kell is egy ilyen rendszerben, egy rájátszásos rendszerben. Valahol el kell indulni a bajnokság elején, és az a lényeg, hogy a bajnokság végére érjük el a csúcspontot, a legjobb formánkat. Remélem, hogy tudunk még javulni, és még tudunk egy picit följebb lépni, és a játékunkat tudjuk még javítani. Az elmúlt 20 mérkőzés tükrében ugye beszélgettem már játékosokkal is. Hivatalos célkitűzés a bajnokság elején nem volt pontosan kitűzve, de most már mindenki a bajnoki döntőről legalább inkább a feljutásról beszél. Valóban így van, és nem is mondom azt, hogy nem volt. Igazából azt mondtuk, hogy a négy közé szeretnénk kerülni, de azért titkon mindenki a döntőt akarta, és a döntőből pedig senki nem kívánhatja azt, hogy vesztesen kerüljön ki. Ez még így is nehéz lesz. Talán ez a célkitűzés történhetett azért, mert a korábbi évben azt tapasztaltam, hogy amikor egy picit terhet tettünk a csapatra, akkor nem nagyon viselte el, és inkább ellenkező hatást váltott ki. Szerencsére ez ebben az évben megváltozott, és amikor úgy kezdünk egy taktikai értekezletet, hogy gyerekek erre a mérkőzésre kiemeltebben kell koncentrálni, akkor ez nem azt jelenti, hogy a csapat egy picit megrodjan, hanem azt jelenti, hogy még jobban összeszedik magukat a srácok, és valóban érzik azt, hogy melyek azok a pillanatok, amikor még jobban kell fókuszálni a találkozóra. Bronzéremmel tért haza Nizzából Hatházi Dóra, aki 200 pillangón új egyéni csúcsra csapott a célba. Szurovcsák Ivett 50 méter mellen az 5. helyen zárt, 100 mellen pedig a 8. helyen végzett. Ez a Nemzetközi Szövetség által kvalifikációs versenynek akreditált, a Francia Szövetség által rendezett verseny. Ez nagyon-nagyon komoly szint, tehát hát nem akarok hazudni, de azt hiszem 42 ország vett részt, tehát nagyon sok induló volt. Felkészülés közepén utaztatok-e, milyen célokkal? Így van, ez egy nagyon komoly felkészülési verseny volt, az első ciklusunk végén jártunk, és terhelésből utaztunk, tehát nem nagyon készültünk erre a versenyre. A cél az volt, hogy minél jobb idővel, és a szezon elejé legjobb időnket ússzunk, ami maradéktalanul sikerült, mind a két lány a felkészülés időszakban legjobb idejét úszta eddig. Hány számban álltak rajthoz a lányok? Napi két számot vállaltak, ez azt jelenti, hogy délelőtt is és délután is ugye mind a ketten döntőztek, tehát 12 számos terhelés volt, ami azt jelenti, hogy reggel bemelegítés, délután bemelegítés, sőt az A-döntőre külön melegítési időszak volt. Mindennek megfelelt a verseny, egy kicsit hűvös volt a reggeli időszakban, de délutánra minden optimális volt.
Hatházi Dóra egy bronzérmet szerzett 200 pillangón, milyen idővel, milyen mezőnyben? 2:10.76-ot úszott, aminek egyéni csúcs, pár századot tudott faragni. Ez azért nagyon jó idő egy február végén, hiszen ezt az időt ő tavaly a nyári legjobb időszakába úszta. Talán egy kicsit jobb is az idő, nem? Jobb az idő, mint az IFEB-n úszott ideje. Ez így szezon elején nagyon biztató, sőt azért is biztató, mert legjobb 2003-as lányként az IFI korosztályban az IFEB-re nagyon jó ajánlólevél. Hogyan szerepel Szurovcsák Ivett? Ivett a sprint számában, ugye az 50 méter mellen kezdett, ez volt az első száma, rögtön döntőt úszott, és az elődöntős hatodik helyezését ötödik helyre javította, a legjobb magyar úszó volt, ugye úszott a Békesi Eszter, meg a Hosszú Katinka is 50 mellen, neki volt a legjobb ideje, 100 mellen nagy döntőzött, ott nyolcadik lett, illetve 200 mellen délelőtt nagyon jó időt úszott, de ennek a 200 egy kicsit hosszú táv, ő bédöntőzött ebbet délután. 6 hét múlva lesz az országos bajnokság, aztán májusban Magyarországon Európa-bajnokság, ott lehet a két lány? Én mindenképpen ezt célnak tűzöm ki, és én úgy gondolom, hogy ha ilyen formában, ilyen felkészülést végig tudjuk vinni, nem lesz betegség és sérülés, én mind a két lányjal számolok, hogy a magyar rendezésű ebbén ott lesznek. Te is több számban álltál rajtkőre Nizzában, és egy 200 pillangó szerzett bronzéremmet értél haza, számítottál ilyen időre és éremre? Nem számítottam ilyen időre, 2:12-2:11-et vártam magamtól körülbelül, már a 2:11-nek is nagyon örültem volna, de ez az idő nagyon meglepett, és nagyon örültem neki. Milyen munkában vagytok jelenleg? Még a felkészülés folyik, erre a versenyre se készültünk igazából. Nagyon kemény munkában vagyunk, úgyhogy a pihenés a versenyre az annyi volt, hogy odautaztunk. Mennyire biztató ez az eredmény a jövőre nézve, hiszen nem sokára országos bajnokság és Budapesten Európa bajnokság. Már ez az idő, amit most úsztam, már szerintem ezzel helyt tudnék állni az országos bajnokságon, és ha ott megúsznám ezt az időt, már ott lehetnék az 1-től 5 helyezettig körülbelül, de remélem, hogy addigra kicsit ebből tudok faragni, és még előrébbi helyezést tudok elérni. Több mint 40 ország úszóit felvonultató nemzetközi versenyen álltál rajtkőre, több számban is. Mekkora élmény volt, mennyire vagy elégedett a mutatottakkal? Elégedett vagyok, mert ugye ez egy felkészülési verseny volt, úgyhogy nem számítottunk akár ilyen jó eredményekre, úgyhogy ez nagyon biztató lesz, hogy a következőkre a mostani idők, mert tényleg még az elmúlt években ilyen közel nem voltam az egyéni csúcshoz, illetve a helyezéseknek is örülök. Milyen volt világsztárokkal együtt melegíteni, úszni? Jó volt, meg mindig tanulságos, tehát azért nem ez volt az első, hogy ilyen nagy nevekkel voltunk egy medencében, mert ugye ott volt a világkupa, az országos bajnokságon is, illetve a magyar mezőnyben is azért világbajnok, Európa bajnok, olimpiai bajnokokkal úszunk. Én nagyon szeretem ezeket a versenyeket, mert tényleg nagyon sokat tanulhatunk tőlük, illetve motiváló. Célkeresztben a magyar bajnokság, aztán a budapesti Európa bajnokság. Milyen célt tűztél ki magad elé ezekkel kapcsolatban? Mindenképpen szeretnék kijutni az Európa bajnokságra, 50 illetve 100 mellen is, ezt nem titkolom, mert az elmúlt, tehát 5 éve vagyok felnőtt vezőnyben, mindig dobogóra tudtam állni, és elvileg a Európa bajnokságra 1-4-be kell kerülni, úgyhogy én szeretnék 50 és 100 mellen is kijutni az EB-re, illetve a legjobb időmet megúszni. Úszdon kezdi a tavaszi idényt az NB1-ben és nyíregyházi férfi kézilabda csapat. A cél a bennmaradás kiharcolása. Voltak változások, ugye 3 játékos elment, Nagy Csaba, Szűcs Balázs, illetve Vasas Gyurci. Érkezett 2 játékos Balmazújvárosból, egy bal szélső Vizler Máté, illetve egy beállós Munkácsi Robin. Beálló posztot mindenféleképpen erősítenünk kellett, ugye, mert sajnos évelején adódott egy olyan kényszerhelyzet, hogy Varga Lászlónak kellett a beálló posztot megoldania. Nem volt egy ideális időszak. Ettől függetlenül teljesen jól megoldotta a dolgot, de mindenféleképpen egy képzett beállóst, egy nagy darab képzett beállóst kellett hoznunk. Úgyhogy igazság szerint ezek a változások történtek. Mind a két fiú, én úgy gondolom, hogy nagyon szépen beilleszkedett ebbe a társaságba, nem voltak különösebb problémák. Nyilván még a játékban vannak hiányosságaik, tehát ugye folyamatosan gyakoroljuk velük a különböző védekezési, illetve támadási variációkat, úgyhogy még ezen a szinten a beépítésük még most is folyamatban van, de én úgy gondolom, hogy a bajnoki rajtra azért minden rendben lesz. Milyen hangulatban, milyen munkát végeztetek a felkészülés alatt?
Január 6-án kezdtük a felkészülést, volt benne egy pár ligakupa mérkőzés, ami nagyon jól szolgálta a felkészülésünket. Ugye fontos volt, hogy játszhattunk egy NB1-es mezőkövesdi csapattal is. Nagyon sokat dolgoztunk, fizikálisan rendbe raktuk a társaságot. Én úgy gondolom, hogy taktikailag is előre léptünk. Azt lehet mondani, hogy mentálisan rendben van a társaság, és mindenki érzi a felelősségét annak, hogy ugye miről szól ez a tavalyi bajnokság, vagy a tavaszi bajnokság, bocsánat, és úgy gondolom, hogy mindenki úgy fog hozzáállni, és bízom benne, hogy nem is lesz probléma. Tavaly is hasonló helyzetben volt a csapat, aztán az irányításod egy nagyon szép tavasz produkált. Most milyen esély van erre, hiszen mindennek mondható a sorsolás, legalábbis a tavasz elejét nézik, csak ideálisnak, nem? Hogyha azt nézzük, gyakorlatilag lekopíroztuk a tavalyi őszi bajnokságot, jelenleg az utolsó előtti helyen állunk. Ugye tavaly sikerült ezt megoldanunk, ezt a problémát, akkor úgy indítottuk a tavaszi bajnokságot, hogy 5 mérkőzésből 5-öt megnyertünk. Most én bízom benne, hogy ez is így lesz, bár borzasztó nehéz ugye a sorsolásunk, megyünk most Ózdra, jön majd a Kecskemét, ugye utána megyünk Balassagyarmatra, illetve azokkal a csapatokkal, akik a kiesés ellen küzdenek, sajnos majdnem mindegyike idegenben játszunk, úgyhogy nekünk nagyon fontos lesz az, hogy ezeket a csapatokat idegenben megverjük. Mekkora nyomás a csapaton, hiszen azért a másodosztálytól való búcsú nagyon rég merült fel Nyíregyházán. Ez a másodosztálytól való búcsú, ez nem is merült fel bennünk, tehát abszolút nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nyilván van egy nyomás, de ezt próbáljuk a Varga Zsolttal levenni a játékosoknak a válláról, tehát igazából senkire nem teszünk nyomást, semmilyen idézőjelbe extra dolgot nem kell csinálnunk, csak ugye megnyerni a mérkőzéseket. Én úgy gondolom, hogy mindenki tisztában van az egész tavaszi szezonnak a súlyával, illetve minden egyes mérkőzés súlyával, minden egyes pontnak a súlyával, úgyhogy én nem gondolom, hogy itt bármilyen problémánk is lehet a tavasszal. A 4 távozó helyére 5 új futballista érkezett a téli szünetben a Mándoki csapathoz. A megyei első osztály 3. helyén álló együttes minimális célja a dobogós helyezés megőrzése. Mindenképpen kellett az erősítés, hiszen a Bodnár Laci, ugye a Kisvárda NB1-es csapatának a pályaedzője, Sipos erőnléti edző, úgyhogy őrájuk nem tudtam számítani, tehát ők kiestek. Aztán közben a Vámos Márk komoly térsérülés miatt abban hagyta a játékot, most nem tudom, hogy eligazolt-e valahova. Sajnos a térde nagyon tönkre volt, és a Hegedűs Tibor pedig elment Kótajba. Úgyhogy jelen pillanatban úgy vagyunk, hogy 4-en mentek, 5-en jöttek. Tehát az 5 játékos, az 3 Balkányból volt játékosaim, a Szabó Milán, a Csehi Jani, illetve a Elekádi, ő Kisvárdáról jött, akkor jelen pillanatban Tájáról hoztunk szerintem egy nagyon jó csatát a Toldi személyébe, a Toldi Andi személyébe, hiszen ő gólkirály volt Baktalórendházán. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen erőség lesz a csapatnak ez a 4-5 játékos, illetve hát a kapusposzton szerettünk volna még erősíteni, de sajnos ilyenkor nagyon nehéz, tehát ott nem sikerült. Szezon közben vette át a csapatot, most viszont volt idő arra, hogy a saját arculatodra alakítsd az együttest, a játékot. Hogy haladtok ezen az úton? Hát én azt gondolom, hogy az edzőmeccsek alapján, amit ki tudtam venni, a pressingre ezek a játékosok nagyon alkalmasak, és hát ugye az előbb kihagytam az Ácsádit, ugye őt is Balkányba hoztam, ő egy nagyon jó középpályás, és hát tulajdonképpen úgy igazoltam, hogy a középpályára, ha netántán a Fodor Andris is kiesik, akkor legyen helyette egy helyettesítő. Aztán a védelembe ugye a Csehi Janit is azért hoztam, mert ha ott is kiesik egy belső védő, akkor Janit ott is lehet használni. Csatárposzton pedig mindenképpen erősíteni kellett, hiszen csatárposzton kevesen voltunk. Tehát ezek az emberek tulajdonképpen nagyon beleillenek ebbe a játékrendszerbe, amit mi játszunk, és hát az edzőmeccsek azt mutatják, hogy nagyon sok gólt lőttünk, bár ennek nincs jelentősége, hogy működik az a játékrendszer, amit elterveztünk. Milyen körülmények között tudtok dolgozni? Záhonyban 60x40-es műfűn edzünk, úgyhogy nagyon jó körülmények között dolgozunk.
Tényleg ugye volt egy szlovák utunk, a vezetők nagyon jól sikerült, azt is támogatták. Sajnos a szlovákok nem tudtak most visszajönni, de nyáron visszajönnek, és akkor majd mi látjuk őket vendégül, de egy nagyon jó szlovák csapattal tudtunk játszani. Úgyhogy szerintem lehet azt mondani, hogy 50-50%-ban játszottunk erős, illetve gyengébb csapatokkal, úgyhogy én már nagyon várom, hogy a játékosokkal együtt, hogy kezdődjön a bajnokság. Hát egyértelműen a dobogó a cél, aztán majd meglátjuk, hogy tudunk-e akár még ott előrébb is végezni a dobogónak, akár a legmagasabb fokán, mert 4 ponttal vagyunk lemaradva, bármi lehet. Úgyhogy kíváncsian várom, érdekes bajnokság lesz. Rögtön az első forduló egy rangadóval indul számotokra, hiszen a Vásáros Naménnyal játszottok, egy jó rajt akár meg is határozhatja az egész tavaszt. Mi addig a program és milyen meccse számítasz majd Madalina Györgyék ellen? Igen, van még 2 edzőmeccsünk, menjünk Böszörménybe, illetve Pátroha az utolsó mérkőzésünk. És hát a Gyuriék ellen mindig nehéz meccs van. Gyuri bárhol edző, mindig megnehezíti a dolgunkat. Most is jó csapata van, nagyon erős támadósorral rendelkezik a Vásáros Namény, úgyhogy ez egy 3 esélyes mérkőzés lesz, de nekünk a célunkat el akarjuk érni, akkor mindenképpen otthon be kell gyűjteni a 3 pontot, mindegy, hogy, de a 3 pontnak meg kell lenni. A kormányhivatal csapatának győzelmével zárult a Szövetségkupa kispályás futballtorna. A második helyet az edzők együttese szerezte meg, a harmadik helyen pedig a játékvezetők végeztek. Nagyon sportszerű keretek között zajlik az egész torna, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb része ennek a szövetségkupának, hogy akik egész évben a megyei labdarúgásért dolgoznak, sokszor ugye a szabadidőt, a családot háttérbe szorítva, illetve annak a rovására, azok egy ilyen rendezvényen egy jó hangulatú kispályás tornán játszanak egymással, a mérkőzések szüneteiben, amikor éppen nem ők játszanak, akkor sportbaráti kapcsolatokat ápolják, a végén pedig egy közös ebéddel szintén lezárjuk ezt a rendezvényt. Egyelőre sérülés még nem történt, ez a legfontosabb. Színvonalas mérkőzések vannak, 6 csapat részvételével örülünk neki, hogy a média válogatott is itt van újra, hiszen volt, amikor nem tudtak eljönni, de most megint itt vannak, illetve már 2 éve folyamatosan egy új együttes is részt vesz ezen, méghozzá a sportegyesületi elnökök csapata, a másik 4 állandó résztvevő pedig a játékvezetők, az igazgatóság, az edzők, illetve a kormányhivatal együttese is itt van. Legyen egy bajnokok ligája döntő, vagy pedig egy baráti futball egy lakótelepi dühöngőben, azért mindenki nyerni szeret, itt is lehet azért érezni, hogy van egy kis presztízs jellege a meccseknek. Természetesen, hát aki guruló labda után szaladt, szerintem tényleg, ahogy említetted, akár 3 éves, hogyha már elmúlt, de főleg felnőtt emberek mindenféleképpen gólt szeretnének rúgni, nyerni szeretnének, győzni szeretnének, de talán ennél fontosabb a sportszerűség, ami ezt a tornát körbelengi, de értelemszerűen mindenki elő szeretne végezni. Egyébként a torna érdekes és üres színfoltja, hogy idén először a 3 játékvezető közül 2 hölgy, úgyhogy itt a hölgyek is benne vannak a körforgásban. A átigazolási szezon derekán tartunk, lassan indulnak, 2 hét múlva indulnak, vagy pontosabban a megyei első osztály indul a megyei futballszezon. Milyen az élet most az igazgatóságon? Nyugodtan mondhatom, hogy nem unatkozunk, tehát most már tényleg ugye februárba beleléptünk, ilyenkor eleve már a tavaszi bajnokságok sorsolásaival ugyan elkészültek, de az ottani esetleges ugye van a március 14-e, hiszen ne felejtsük, hogy a március 15-e miatt azon a nap ugye nem lehet bajnoki fordulót rendezni, tehát van egy olyan hétvégénk, amikor az összes meccset március 14-ére kellett tennünk, azért a versenybizottságnak ez is okozott munkát, valamint sajnos voltak visszalépő együttesek, illetve hát igen, a legtöbbször ilyenkor az átigazolási bizottságban van mozgás, hiszen az ottani kollégáknak azért ilyenkor mindig akad dolga. Hajdúböszörményben kezdi a tavaszi idényt vasárnap az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat. A Csapos János által irányított együttes célja egy dobogó közeli hely megszerzése. Egy játékost igazoltunk, a Nyíregyházáról jött hozzánk Szűcs Balázs, aki úgy érzem, hogy nagy erősítése a csapatunknak, több poszton alkalmazható, illetve támadásban és védekezésben is alkalmazható Balázs, aki a maga rutinjával nagy segítségünkre lesz. Hogyan sikerült a téli felkészülés? Január 7-én kezdtük el a felkészülést, heti 4 alkalommal 4 edzést. Hát ez tulajdonképpen a hétköznapi menetrendünk, mert felkészülési időszakon kívül is, tehát úgymond alapozáson kívül is 4 edzéssel készül a csapat. Jól sikerült, úgy érzem, elkerültek bennünket a sérülések, illetve különösebben a járványok sem sújtották a csapatot. Tehát elvégeztük a munkát, a felkészülés során
3 edzőmérkőzést játszottunk, amelyet ilyen erős sorrendben állítottunk föl, Nyíregyháza ifjúsági csapata ellen, aztán utána játszottunk a Fehérgyarmat, jelenleg megyei bajnokságot vezető csapata ellen, illetve az elmúlt pénteken az osztálytárs Nádudvar vendégei voltunk. Mind a 3 mérkőzést sikeresen vívtuk meg, ami az eredményt illeti. Egyébként rámutattak azokra a hiányosságokra, még amin csiszolni kell. Az elmúlt 2 bajnokság, ugye a tavasz erősebb volt a Nyírbátornak, most is lehet erre számítani? A tavaszunk az elég erős szokott lenni, ebben bízom az idén is, bár a sorsolás szeszélye folytán úgy alakul a menetrend, hogy ugye kezdünk Hajdúböszörménybe, majd utána jön a Füzesabony, aztán megyünk Hajdunánásra, jön a Deac. Az első 4-5 mérkőzésen tulajdonképpen el is fog dőlni a tavaszi sikeres, vagy arra nem is gondolok, hogy sikertelen szereplésünk. Tehát bízom benne, hogy egy huszáros tavasszal ismét dobogó közelbe fogunk tudni kerülni. Ez a célunk. A felnőtt csapat mellett ugye van a megyei osztályban szereplő felnőtt csapat, és a Nyírbátornak és Ottanak az utánpótlás együttesek, rájuk milyen tavasz vár? A megyei bajnokságban szereplő Nyírbátor 2 néven, ami tulajdonképpen a fiatalokból, illetve 1-2 olyan idősebb játékosból áll, aki már többek között az edzőnk Csapos János, vagy az ifjúsági csapat edzője Kunákos, akik jelenleg az első 4-ben vannak, 3. helyen vagyunk, Fehérgyarmat, Kálósemény, illetve Nyírbátor a sorrend jelenleg. Ott egy rájátszásos kiírás van, bízom benne, hogy az első 4-ben benne leszünk, tehát a rájátszás illetően az ifjúsági csapatunk tulajdonképpen pontszámban a 2. helyen van a ifjúsági bajnokságban, gólarányjal van, tehát 3 csapatnak van egyforma pontszáma. Szintén sikeres tavasz remélek az ifjúsági csapatnál is, illetve a többi utánpótlás csapat is elvégezte a munkát, végzi jelenleg is, és bízom benne, hogy azok a fiatalok, akik ezekben a csapatokban vannak, csak egyre több rutin, tapasztalatot és erőt fognak meríteni abból a felkészülésből, ami zajlik. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!